a civil út akadémia, senior akadémia nézőit. Ezúttal az augusztusi második videót fogják látni, amelyben egy különleges vendégem van, Pálinkásné Balázs Tünde, Dabas település alpolgármestere, akivel sok-sok év óta működünk együtt, különféle senior programokat kitalálva és működtetve, és nekik is van rengeteg saját programjuk. Úgyhogy arra gondoltam, hogy röviden egy interjú keretében el tudja a szélesebb közönségnek mondani, hogy miről is szólnak ezek a programok, mivel foglalkoznak Dabason a szeniorok érdekében. Köszöntöm én is a szenior nézőket és hallgatókat, és nagyon köszönöm ezt a megtisztelő felkérést, hogy én is részese lehetnek egy ilyen interjúnak, és elmesélhetem, hogy a mi kis városunkban hogyan is alakult ki ez az aktív, nagyon aktív időskori élet. Hát kezdjük akkor az elején. Tulajdonképpen hogy jött a gondolat azzal kapcsolatban, hogy a szeniorok számára nem csak a hagyományos szórakozási programokat, nem csak a hagyományos jótékonysági programokat, hanem adott esetben a tanulást is érdemes elővenni, a tanulással is érdemes élni. Én több mint 20 éve dolgozom a település vezetésében városrészi önkormányzati képviselőként, majd pedig alpolgármesterként, és ez a terület az, ami hozzám tartozott a szociális ügyek, a gyermeknevelési ügyek, a kulturális témán túl, hogy az idősek életminőségével, élethelyzetével is igyekezzünk minél jobban foglalkozni. És ennek kapcsán több alkalommal részt vettem már olyan országos konferenciákon, ahol ezeket a témákat érintették, és egy budapesti konferencián találkoztunk tanár úr, amikor bemutattad a Magyarországi Szenior Akadémiák működési rendszerét. Én ott hallottam először, ez 2019-ben volt, hogy hallhattam erről a programról, és hát nem tudom, mennyire emlékszel vissza rá, de a szünetben én akkor külön még részletes információkat kértem a Senior Akadémiáról, és talán valamikor az év elején találkoztunk, tavasszal már egyeztettünk, és egy mintaprogramot, egy bemutató előadást tartottunk. Hát ez éppen a világjárvány évében volt, ennek ellenére azért ősszel, szeptemberben úgy, ahogy elindult rendesen a gyermekek iskolai tanéve, elindult Dabason az első Senior Akadémia is, tehát 2019. szeptemberében. Akkor még tudtunk néhány előadást, jelenléti megjelenéssel előadást tartani, aztán ugye a járványügyi helyzet ezeket korlátozta, de minden esetre megízleltettük a Dabason élő idősekkel, hogy mit jelent az, hogy tanulni sohasem késő. És igen, ahogy említetted, a mindenféle szórakoztató és élethelyzetjavító programokon túl már nagyon időszerű volt, hogy a tanulással, az idősek aktív életével is foglalkozzunk itt a városban. Én ezt megtapasztaltam az első alkalommal, ami egy nagy kapaszkodót, erőt, lelkesedést, motivációt adott nekem ezen az úton, hogy érdemes itt járni, ugyanis én annyira komolyan vettem ezt az akadémiai rendszert, szenior rendszert, hogy igyekeztem a valóságos egyetemi képzés rendszeréhez, amit csak lehet, feltételeket igazítani, azon túl, hogy a város lakosságának ingyenesen biztosítjuk ezeket az előadásokat az önkormányzat támogatásával, még más helyi civil támogatót is sikerült a programhoz szerezni, aki nagy mértékben segíti azt, hogy most már hosszú éve tudjuk a programot működtetni. Természetesen folyamatosan helyszínt biztosítunk ingyenesen ezeknek a programoknak, megfelelő technikát biztosítunk, és hát ezek gondolom az egyetemi iskolarendszerű oktatásban is szükséges feltételek. Mi egy kis vendéglátással is kedveskedünk mindig az előadásra, a szenior programokra érkezőknek. Ez egy kicsit ott marasztalja még az előadások után az időseket, tudnak egymással értekezni, vagy akár
akár az előadóval, de visszatérve arra, hogy én mennyire komolyan gondoltam ezt, hogy az eskütételtől és az oklevélen keresztül a leckekönyvön át a Dabasi Senior Akadémia hallgatóinak mind-mind van, évről évre, fél évről fél évre, ma már a 7. fél évnél járunk, fél évente 6-7 előadást tudunk megtartani, és hát ezt szépen finomítjuk, mert hogy bizony elakadt a hangom, és nagyon szíven talált, amikor az eskü szavait előolvastam, és a velem szemben ülő közel 100 szenior hallgató komoly tekintettel meghatódva olvasta, vagy mondta vissza ezeket a szavakat. Tehát itt láttam, hogy ez egy nagyon komoly út, és hogy nagyon nagy szükség van rá. Átlagosan az életkor 70-75 év azoknak az időskorúaknak, akik a Dabasi Senior Akadémián jelen vannak, ők azok a generációk, akiknek nem volt mondjuk lehetőségük az általános iskola elvégzése után bármi más, akár szakma, vagy akár a felső oktatásban jelen lenni, vagy részt venni. Itthon a háztartásban, vagy a mezőgazdasági munkában kellett tanulmányaikat, tulajdonképpen a tapasztalataikat megszerezni, és ez egy óriási nagy hiánypótlás most, hogy egyetemi szintű előadásokon vehetnek részt. Biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon erős, óriás húzó erő, hogy hónapról hónapra, hétről hétre ott legyenek, és egyfajta ilyen utlásban vegyenek részt, és valamilyen szinten tesztelhetik is magukat, megértik, hasznos információkat gyűjthetnek, és megértették szerintem azt a hívó szót, hogy ameddig az idős ember az elméjét, a memóriát használja, addig a demenciát tolni tudja, és később fog esetlegesen bekopogtatni az életébe. Így aztán számtalan témakörben egyeztetünk mi fél évente, hogy milyen előadásokat, milyen témákat hozzunk be a Dabasi Senior Akadémia hallgatóinak. Mivel ez a lelkes csapat most már több éve nem fogyatkozik, hanem inkább nő a látogatottság létszáma. Ez is segített nekem abban, hogy egy kicsit tovább vigyem ezt a nagyszerű mottót, hogy tanulni sohasem késő, és évről évre mindig más mottóra gyűrtük és szerveztük fel a többi programot. 2020-ban Mozogni sohasem késő sorozatot hirdettünk meg, és akkor indult el először a városban kifejezetten az időseknek célzott mindennemű mozgásprogram, az egyensúly tréningtől kezdve az örömtáncon át, a szenior vizitornán át, a szenior labdatornán keresztül, a gyaloglóklubba, kerékpáros klub, tehát minden olyan mozgásforma, ami a 60 pluszos generációnak kényelmesen elérhető, ugyanis nagyon sok 80 évnél idősebb hallgatónk is van, aki örömmel vesz részt a vizitorna gyakorlatokon, vagy akár az egyensúly programban is. Tehát a következő év a mozgással telt, majd pedig szintén a világjárvány az, amit kopogtatott, és nem tudtuk ezeket a jelenléti alkalmakat megtartani. Így aztán 2021-ben egy olyan fajta programsorozatot kellett itt megvalósítani, ami akár televízión keresztül, akár az interneten keresztül, akár a telefonon, kommunikáción keresztül, de mégis kapcsolatban tudtunk maradni a városban élő idős emberekkel. Így aztán elindultak a memória tréningek, elindultak azok a szenior televíziós csatornák, műsorok, amelyekben akár tornaprogramokat, akár recept ötleteket, akár készségfejlesztő kis videófilmeket tudtunk, és hát ott is tudtuk a videós előadásokat is megjeleníteni az időseknek, de
sok esetben, amikor már egy kicsit a járvány lazult és engedte, akkor házhoz mentünk. A programokkal alakult a városban most már 6 éve egy Ori Mami Klub, ahol a nagymamák a papírvarázslatokkal Ez az fejlesztik. origami szójáték, ugye? Az origami szójátéka így Igen. van, tehát ez a japán hagyományos papírhajtogatási módszer, és hát mivel itt nagymamák vannak jelen, ebből lett egy ilyen mozaik szó, hogy nem origami, hanem Ori Mami csapata, és hát gyönyörű alkotásokat készítenek, most már a 6 éves múltra tekintenek vissza, de én úgy gondolom, hogy ez is egy hatalmas memória tréning, hiszen eljutottunk már a 2 lépéses hajtástól a 16 lépés is, és ők maguk is érzik, hogy mit jelent ez a koncentráció, hogy délelőttönként ezzel foglalkoznak, és félretesznek minden más gondot, problémát. Tehát a 2021-es évben így próbáltuk meg a kapcsolatot tartani. Rengeteg telefonos hívás, rengeteg telefonos kapcsolat volt, amit megint csak úgy éreztünk, hogy nagyon jól esett, és nagyon fontos volt, hogy érdeklődtünk, tudunk-e valamiben segíteni. Természetesen emellett a városban működtek a mindenféle támogató és segítő programok. Én most azokat sorolom itt, ami kifejezetten a tanulásból, a memória szinten tartásából, az aktív időskor életéhez kapcsolódó plusz programok voltak. Eddigre megért 2021-re úgy a mi szenior városi programunk, hogy egy idősbarát önkormányzati díjjal is értékelték a városban ezt a minisztériumi szinten ezt a munkát, és hát ez persze újabb erőt és újabb lelkesedést adott, egyfajta visszacsatolás, hogy érdemes ezen a területen mindig újat találni, nagyon hálás a szenior csapat, és hát a legnagyobb hála az, hogy jönnek, igénylik és részt vesznek ezeken a programokon. 2022-ben már egy kicsit szabadabban élhettünk, akkor indítottuk el a kimozdító programot a városban, ami az egyedül élő időskorúak programja. Ez egyfajta délelőtti élményt szerző program. Ehhez szükséges volt, hogy az utaztatást is meg tudjuk oldani, tehát az összes többi programra, amiről eddig meséltem, beszéltem, mindenki egyénileg szervezi meg az odaérkezését. Ebben a kis vidéki városban nagyon sok szenior közlekedik még kerékpárral, természetesen autóval is, de olyan helyszínek vannak, amit gyalogosan is könnyen meg tudnak közelíteni. 18 ezres lakosságunk van, és ebből közel olyan 3500-4000 fő az, aki a 60 pluszos generációt képviseli. Ahogy említettem, ebben az évben, tehát 2022-ben a kimozdító program indult el. Mi egy olyan település vagyunk, ami 4 faluból lett egy és egy városság közigazgatásilag egy településé, viszont ezek a falvak megőrizték a mai napig a sajátosságaikat. Van szlovák nemzetiségi része, van ökumenikus része a városnak, nyilván van egy központi része is, viszont a szerkezetétből adódóan egy hosszú, közel 15 km hosszú település igényli azt, hogy a városrészekben az egykori falu központokban külön-külön kerüljenek szervezésre ezek a szenior programok, pontosabban a kimozdító program, hiszen azt könnyebben meg tudják a saját lakóhelyükhöz mérten közelíteni ezeket a programokat. Ezek hétről hétre működő programok, és a helyi családsegítő szolgálat, helyi kultúrában tevékenykedő segítségével jó magam tartjuk azokat az alkalmakat minden héten, ahogy említettem, amiben nem csak fejlesztést, de élményt és sok-sok beszélgetést szervezünk és tervezünk. Ez volt a 2022, és hát ma már 2023-ban is túl vagyunk egy aktív fél éven. Az idei esztendőben a világot látni sohasem késő
témát hirdettük meg. Ez a sohasem késő motto, ez nagyon jó kiegészíthető mindig egy-egy témával, úgyhogy utólagos engedelmeddel ezt itt mi nagyon szívesen használjuk. És tehát a világjáró sorozatunk működik az idei esztendőben. Olyan előadásokat szervezünk, amelyekben egy-egy világ nevezetességéről, vagy egy-egy ország kultúrájáról, az ottani társadalomról, az ott élő idősekről hallhatunk. Ebben nagyon köszönöm azt a sok segítséget és azt a sok nagyszerű előadást is előadott, amiben segítettél nekünk ezeket megszervezni. És a Senior Akadémia előadásain túl még ehhez a világjáró sorozathoz bekapcsoltunk egy olyan sorozatot is, ami havi egy alkalommal, ez bár már nyitott, de azért leginkább a szeniorok látogatják, aminek a rövid megfogalmazása, hogy világot láttam, Lengyelországban jártam, vagy Balin jártam, tehát több olyan országból érkezőt, vagy aki ott lakott, ott dolgozott, vagy éppen különleges helyszínre látogatott el a világba, és egyfajta élménybeszámoló estet tartanak. Ezeken az esteken nem csak kivetített fotókkal és diákkal mutatják be az élményeiket, hanem bizony a hangulat, a dekoráció, a viselet, a gasztronómia, a zene, minden bemutatásra kerül. Úgyhogy néha gondolatban ellepítjük az itt élő szeniorokat a világ minden pontjára, de nem csak gondolatban, hanem valóságban is, ugyanis egynapos világjáró programokat is terveztünk. Ma már van lehetőség rá, hogy korán reggel Milánóba repülhetünk, és késő este vissza is érhetünk, és bizony éltek ezzel a lehetőséggel is. Az idős korközpont, ami a városunkban működik, a Halász Moritz Kúriában, amit te nagyon ügyesen elkereszteltél idős korközpontnak, itt az itt dolgozó, ez egy közösségi szintér, és az itt dolgozó munkatársak örömmel vették ezt a feladatot, figyelik azokat a repülős járatokat, amilyen egynaposan elérhető áron megvalósíthatók, megszervezik ezeket az utazásokat, és erről is beszámolnak, és élményt mesélnek. Bizony van olyan időskorú ember, akinek a mi segítségünkkel sikerült az első repülős útját megtenni. Tehát nagyon, nagyon szép dolog ez, és nagyon mélyreható, hogy ténylegesen olyan élményeket tudunk az aktív időskorba szervezett programokkal tenni, amit nem biztos, hogy egy-egy idős ember vagy a családja van rá módja, van rá lehetősége, hogy megélje. Biztos vagyok benne, hogy ez a sok szépkorú ember, aki eljár a mi programjainkra, nem valószínű, hogy Budapestre szervezett előadásokon vagy ilyen programokon részt tudna venni, vagy egyáltalán elindulna. Tehát igen, tudjuk, hogy igen. Az időskori kimozdulás, az utazások, tehát ezek már sokkal több időt vesznek igénybe, nehezebben lehet ezeket megcélozni, de ha itt helyben működik, akkor ez így igazán elérhető. Éppen a mai napon egyeztettem a helyi óvoda vezetővel, kérték a közösségi szintér segítségét, és bár ők egy hagyományőrző gyermekprogramra gondoltak, a végén kiderült, hogy októberben sikerül elindítani a generációk találkozását, így aztán igyekszünk a szenior programokba beilleszteni óvodás csoportok látogatását, tehát például a memória tréningen, amikor ritmus gyakorlatokkal fejlesztik a szinten tartják a memóriáikat, akkor ehhez óvodásnak csoportos gyermekeket is fogunk szolgáltatni, és velük együtt fogják a nagypapák, nagymamák akár zenei kísérettel ezeket végigvenni, vagy épp a labdatornán, vagy az egyensúly tréningen, hogy lámlán kisegít a nagymama, segít a gyerköcnek, vagy a nagycsoportos óvodás épp a nagymamának, és hát októberben érkezik el az évről évre megszervezett program, amit mi a városban csak városrészi napoknak, Jóni napok rendezvénysorozatának hívunk,
és október közepére terveztünk egy játékkor határok nélkül, tehát szeretnénk elérni azt, hogy nem csak logikai, kézműves és népi játékok, hanem olyan társas játékok, olyan közös játékok is kipróbálhatóak legyenek ezen a napon, amikor a nagymama együtt a gyermekkel, vagy éppen a szülő együtt társas játékozik a gyermekekkel, és hát legyen lehetőségük megismerni akár a japán, vagy akár a kínai tangram játékot, vagy akár a lengyel gyermekjátékokat, mert hogy ezeket is beillesztjük ebbe a programba. Lényeg az, hogy minden korúnak, és főként az időseknek és gyermekek és a nagypapáknak, nagyszülőknek szervezzük ezt a programot, mert hogy a játék is egy olyan terület, ami fontos, hogy a napjainkban benne legyen, hogy egy kicsit a frissen tartást, a nevetést, az élményt meg tudjuk adni magunknak. Hát én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm ezt a széles palettát, amit itt feltártál előttünk, és nem titok, hogy itt rengeteg olyan jó gyakorlatot említettél, amit részint közösen alakítottunk ki, részint pedig ti magatok teremtettétek meg, hoztátok létre. Tehát most egy kicsit egy tárházat is adtunk azoknak a nézőknek, akik eljutnak az odaadó oldalra, és hát nyilván, akit jobban érdekel, meg tudja találni a dabasi oldalakon a különböző programokat. Én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm neked, Tünde, hogy itt egy ilyen, nem titok, hogy kicsit egzotikus időpontban, mert este felé pénteken rendelkezésemre álltál, és azt szeretném kérni a nézőinktől, hogyha tudnak, akkor az odaadó.hu oldalra látogassanak el. Ez a videó is ugye nagyjából pár héten belül fel fog kerülni az odaadó oldalra. Ott van egy tudástár, ahol cikkeket olvashatnak, van egy videótár, ahol ezt a beszélgetést is és sok mást megnézhetnek, és akkor ugye bővíthetik az ismereteiket, mert hogy ahogy Tünde is említette, sohasem késő, tehát tanulni sohasem késő. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm neked, Tünde, nagyon köszönöm, alpolgármester asszony, hogy ezt a remek palettát megmutattad nekünk, és remélem, hogy ezzel kedvet csinálunk kinek, aki otthon ül, hogy bekapcsolódjon valamilyen tanulási programba. Mit üzensz a mi hallgatóinknak zárásként? Nézzenek szét a környezetükben, és keressék ezeket a programokat, ami nekik szól, amit értük, és nekik szervezünk. Egyre inkább igény lesz rá. Tehát, hogy az a generáció, aki most érkezik az aktív idős korba bele, talán ott picit nehezebb lesz, mert amíg érkezik, vagy érzik azt, hogy aktívan jelen tudnak lenni a társadalomban, tudnak dolgozni és segíteni, addig kevésbé fognak azzal foglalkozni, hogy a szabadidő eltöltését is aktívan vagy hasznosan szervezzék meg, de nagyon fontos, hogy erre odafigyeljünk. Én nekem ez egy nagyon, nagyon erős kapaszkodó, 50 pluszosan, hogy erre én is figyeljek, és ilyen aktív maradjak, mint a mostani 70 pluszos generáció itt a városunkban. Tehát nézzenek szét, nézzék meg a környezetükben, hogyan gondolnak rájuk a közösségi szinterek, kulturális intézmények, a település vezetése, vagy akár a bármi nemű intézmény a településen, biztos, hogy foglalkoznak a szeniorok programjaival, és amikor az ember dolgozik és ilyeneket szervez, természetesen az a legnagyobb öröm, ha minél többen látogatják ezeket a programokat, de higgyék el, hogy ugyanannyi munka van abban is, ha csak hárman jönnek el egy programra, meg akkor is, ha 300-an jönnek el, és ugyanannyiba kerül egy-egy ilyen program, tehát ne halasszák el, ne szalasszák el, ha van a környezetükben senior program, akkor mindenképpen vegyenek részt rajta. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, Tünde. És hát mi találkozunk, nem titok, hétfőn, kezdődik ugye az új fél év, úgyhogy akkor személyesen is beszélünk majd. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és hát remélem, hogy tartalmas volt a nézőink számára. Szeptemberben újabb beszélgetős videókkal fogok jelentkezni. Köszönöm a figyelmüket! Jó.